Szia, Kata vagyok. A csatornámon sminkkel, frizurával és bőrápolással kapcsolatos tartalmakat találsz meg, és a mai videóban arra gondoltam, hogy amíg ezt a sminket elkészítem, egy pár hasznos információt adok neked a bőrről. Természetesen nem az a célom, hogy hivatásos kozmetikus legyél, mert én magam sem vagyok az. De ahhoz, hogy megértsd, miért érdemes a bőrödet kívülről is egy egészségközeli állapotban tartani, megosztok veled néhány érdekes és logikus információt. A bőr a legfőbb védekező szervrendszered, hiszen kívülről véd a káros hatásoktól. Ő kapja az UVA, az UVB sugarakat, a sérüléseket, a szennyeződéseket, a port, a kékfényt, és még sorolhatnám. Sajnos maga a szervezet az már nem ilyen kedves és cuki, számára a bőr az csak egy 120 rangú szerv. Érthető módon előrébb van a számára a belső szerveink, agyunk, szívünk, keringésünk fenntartása. Minden előbb kap a jótékony anyagokból, mint a bőröd. Ezért kellene neked ezt a sok szuper dolgot, amit tesz érted, kívülről meghálálni azzal, hogy a legjobbat teszed vele. Véded és egészségesen tartod. Tisztában vagyok vele, hogy vannak tökéletes, a genetikai lottón teli találatos szerencsések, akik soha semmit nem használnak a bőrükre, de azért valljuk be, nem ez a jellemző. Eleve vannak olyan folyamatok, amik semmilyen külső hatással nem állíthatók meg. Ilyen például az öregedés. De az nagyon nem mindegy, hogy milyen módon öregedsz. Mielőtt a bőrápolási rutinodat elkezded felállítani, nagyon fontos, hogy elfogadd azt, hogy a kor előrehaladása egy teljesen természetes folyamat, az időt nem tudjuk megállítani. Így a mentális egészségünk szempontjából is nagyon fontos az, hogy ne legyenek irreális elvárásaink, fogadjuk el magunkat, és ezután tudunk változtatni a változtatható dolgokon. Ez az élet minden területére igaz és alkalmazható felfogás. Az évek során rengeteg tanulmány, kutatás, hatóanyag vált ismerté, szakemberek, szakértők, akár tudósok is hirdetik a saját elképzeléseiket, tapasztalataikat a bőrápolásról. Minél több ilyen cikkbe, videóba futsz bele, sajnos annál nagyobb lesz az összevisszaság a fejedben. Mert senki sem ugyanolyan. Nem ugyanolyan a bőrünk, nem ugyanazok a hatóanyagok válnak be, nem is ugyanabban az életkorban vagyunk, sőt, nem is ugyanabban hiszünk. Ahhoz, hogy egy hatásos és működő rutint tudj felállítani, nagyon fontos lépés, hogy ketté tud választani a trendeket, a reklámokat, és azt, hogy valójában mire van szükséged. Miért akarnál te egyből 30%-os erősségű savval hámlasztani, ha nincs is súlyos bőrproblémád, és eleve még nem is hámlasztottál semmivel? Hát ugye azért, mert azt láttad a közösségi médiában, hogy XY-nak attól megjavult a bőre. És természetesen XY nem hazudik neked, de te nem ő vagy. Nem ugyanaz a bőr van az arcotokon. Valójában egy adott bőrtípusra való alaprutin akkor fog eredményt hozni, ha valóban úgy és akkor használod, ahogyan azt kell. A szép bőrhöz nagyon sok türelem kell. Nem szabad összekeverni a bőrtípust és a bőr problémát sem. Alaprutint mindig a bőrtípusnak megfelelően állítjuk össze, míg a bőr problémákra érdemes célzott hatóanyagokat választani, és ezeket is fokozatosan bevezetni. Egyes hatóanyagoknak 12 hét is szükséges, sőt a retinolnak akár 6 hónap, hogy nyugodtan rá tud mondani, hogy használta vagy sem. Sokan sajnos türelmetlenek, és ha 2 hét után nem látnak semmit, hajlamosak rámondani, hogy nem használ. Hibáztatják az ajánlót, a terméket, a reklámot, vagy aki felállította a rutint, és nem utolsó sorban saját magukat, és kétségbe esve kapkodnak a következő termék után. Úgyhogy nagy levegő, és gondold át, hogy mire van szükséged. Ha van valamilyen kérdésed, nyugodtan megírhatod akár a videó alá, vagy e-mailt is írhatsz nekem a mankablogja@gmail.com e-mail címre. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, találkozunk legközelebb. Legyen szép napot, szia!